Jó reggelt kívánok a nézőknek. Majd megmondja nekünk. Tehát ez a tranzakciós adó, ez egy veszélyes folyamat kezdete, vagy megoldás az államháztartási hiányra? Hát ugye meg kell nézni először, hogy elvileg és általában hogy néz ki egy ilyen adó. Aztán meg kell nézni, hogy a mai magyar konkrét körülmények között jó-e bevezetni. Hát az utóbbira persze nemet fogok mondani. Ami az előbbit illeti... Miért persze? Miért mond persze nem? Majd, miért természetes? Hadd érjek el oda utána, csak mondjam már előtte, hogy ugye a közgazdaság tudomány szerint minden adó nagyon rossz, negatív gazdasági hatásokkal jár, kivéve összesen kettőt, az olyan termékadót, amelyik minden termékre és szolgáltatásra ugyanaz, és a természeti erőforrások adóját. Minden más adó nagyon rossz, így kell ezt nézni. Tehát ez az adó, ez most tényleg olyan sokkal rosszabb, mint a sok egyéb adó bármelyike, nem biztos. Na most jövök a perszére. Azért tartom perszének, hogy igenis ezt most nem kéne bevezetni. Hát legelsősorban azért, ugye, mert nálunk az adószínvonal rettenetesen magas. Az összes adó bevétel a GDP-nek olyan magas hányadát teszi ki, hogy ilyen alacsony gazdasági fejlettség, vagy közepes gazdasági fejlettség országban, mint a miénk, nincs másutt ilyen magas adószint. Tehát ezért inkább a kiadásokkal kéne operálni. Állítólag a Matolcsi Minisztérium, most mondom, az első jót a Matolcsi Minisztériumról, mióta megalakult, kidolgozott egy kiadáscsökkentési tervet, amit lesöpörtek az asztalról, és ehelyett vezetik be ezt az adót. Na most a matolcsizmusról szoktunk beszélni, de hát a matolcsizmus lényege, ha én jól emlékszem, javítson ki, hogyha tévedek, az az volt, hogy sokkal egyszerűbb adórendszer, csökkenő adók, és ettől nagyobb bevétel és megélénkülő gazdaság. Most ehhez képest egyre bonyolultabb adórendszerről beszélünk, és folyamatosan növekvő adókról. És nem túlzottan megélénkülő gazdaságról, hogy finoman mondjuk. Ráadásul. Hát ugye... Akkor mi a matolcsizmus ma már? Hát nem tudom, én mindig azt látom a matolcsizmusban, ami történik. Szóval amiket a Gyuri el szokott mondani, azok nagyon szép dolgok, és ezért tetszik a miniszterelnöknek szerintem, mert olyan nagyon szépeket tud mondani. De amit csinál, az sajnos én nem láttam tőle még mondja, hogy jó intézkedést. Gyuri, azt mondja a miniszter úrra, hogy Gyuri. Ez azt jelenti, hogy voltak éppen van egy nexusa. Igen, most ez a kérdés pontosan, szokták mondani elemzők, hogy valószínűleg Matolcsi György borzasztó magányosan működik ebben az egész gazdasági rendszerben és annak a kialakításában. Tehát, hogy igazán nincsenek, vagy eltűntek a szövetségesei, ez így van? Hát alig, ha nem így van. Alig, ha nem így van. Ugye a jobboldali közgazdászok, vagy nem tudom, konzervatív irányultságú közgazdászok között is, hát ugye, hogy mondjam, háromféle irányzat van. Egy, aki nem mond semmit négy szem közt. Kettő, aki négy szem közt azt mondja, hogy sajnos nem helyes a gazdaságpolitikája a kormánynak. És hát a harmadik az, aki megírja, mint hogy Mellár Tamás, Csikán Attila. Tehát a konzervatív közgazdászok között is rendkívül kevés támogatója van. De ez nagyon nagy baj, és nem önmagában a támogatás hiánya, hanem a magányos küzdelem. Mert hogy abból általában olyan dolgok szoktak születni, meg a makacság és a csak azért is szül. Hát nem csak a makacság és a csak azért is, bár az valószínűleg az a nagyobb baj, de hát, hogy mondjam, mindenkinek az ötletei 90%-ban hülyeségek. Nekem is, meg önnek is, 95%-ban mondjuk. Abból ugye az ember a felét maga dobja ki, vagy akár a háromnegyedét maga dobja ki, na de még mindig marad egy csomó, ami másokra vár. Tehát, hogy ha ez a kontroll nincs meg, az egy nagyon nagy baj. Én, amikor államtitkár voltam, én nekem az első parancsom az volt az alárendeltém számára, hogy aki itt előttem valamit elhallgat az én hülyeségemből, az biztos, hogy ki lesz rúgva. Gyakran szóltak? Mertek szólni? Gyakran szóltak. Akkor ez egy jó csapat volt. Viszont tranzakciós adó, térjünk vissza erre, mert szerintem az emberek, magamból indulok ki, igazából annyi mindent hallunk, hogy nem nagyon tudnak rendet vágni ebben. Tehát a tranzakciós adó az egy olyan adó lenne, ami minden létező banki műveletet megadóztat. Tehát amikor én fizetést kapok, akkor is adózok, amikor a fizetésemet elköltöm, akkor is adózok. Egyébként meg adózok, eddig is adóztam minden létező és lehetséges módon. Tehát ez erről szól? Szerkesztő úr, erre én nem tudok igazán válaszolni. Ha erről szól, tehát ha minden banki műveletet megadóztatnak, akkor ebből lényegesen nagyobb bevétel fog bejönni, mint a személyi jövedelemadóból. Hát 500 pedig... milliárdról beszélnek nem, szakértők. Nem. 100 000 milliárd a bankközi forgalom havonta.
Ez azt jelenti, hogy 100 milliárd lenne a bevétel, több mint 100 000 milliárd havonta. Több mint 100 milliárd lenne a bevétel havonta, és ebben még nincs benne a bankon belüli forgalom. Tehát, hogyha én, aki vagyok az egyik banknak a, most nem akarom mondani, nem a reklám helye, ha én olyan valakinek fizetek, aki ugyancsak azon a bankon belül van, akkor az ebben nincs benne. Tehát azért mondom, hogy ez nem tudom, ez hát 2000 milliárd, 3000 milliárd, kétszer annyi is lehetne, mint a személyi jövedelemadó. Tehát így biztos, hogy nem, ahogy ezt... Na de ha ezt innen nézzük, akkor viszont ez tényleg megoldja az ország gazdasági problémáit a költségvetés oldalán. Kizárólag a költségvetési egyensúly oldalán, tehát ha felmerül az a kérdés, hogy honnan lesz még egy nyugdíjpénztár a magyar kormánynak, akkor innen. Ez a következő nyugdíjpénztári hasonló bevétel. Nem hiszem, hogy ezt így be lehet vezetni. Igazán nem értem, hogy mit akarnak bevezetni. Ugye a másik változat, ami forgott, az, hogy csak a bankoknak az egymás közötti betét kölcsön műveleteire fog esetleg vonatkozni, meg a Magyar Nemzeti Bankba történő elhelyezésükre és onnani fölvételükre, az is nagyon sok pénz lenne. Lehet, hogy csak arról van szó. És ugye annak, hogy ez a bankadót helyettesíti, inkább ez felelne meg. Nem lehet igazán tudni, hogy mire gondolom. Na jól nézünk ki. Matolcsy György nemrégiben még arról ábrándozott, hogy Budapest lehetne Európa egyik pénzügyi központja, legalábbis közép-európai biztosan mondta. Hát, hogyha ilyen adót vett ki a Magyarországon működő bankokra, akkor alig, ha lesz így. Hát nagyobb cégek esetleg elvihetik a forgalmuk, a nagyobb fizetési forgalmukat valahova külföldre, de azért ilyen, szóval egy 1%-os adó mellett kisebb cégek, magánemberek nem fogják elvinni. Szerintem az Vámosi Nagyszabolcsnak ez az állítása, ez azért túlzás. Na minden esetre egyelőre ugye csak sommásítélet mondható, mert a részleteket még nem ismerjük, akkor visszavárjuk majd, amikor már tudjuk azt is, hogy tételesen miről beszélhetünk. Hát remélem, hogy lesz ilyen, és remélem, hogy ehelyett valami kiadáscsökkentés lesz mégis, mert az kéne a magyar gazdaságnak. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.